És mi történt? Mi történt? Mi a probléma? Hát az a probléma, hogy itt is szeretnének fölépíteni egy betonüzemet. A három betonsiló már oda le van rakva 2 hete körülbelül, vagy 3. Azon kívül kiirtották az összes erdőt ennek érdekében. Zöldekkel próbáljuk fölvenni a kapcsolatot. A levegő munkacsoporttal beszéltünk. De a város közepén 2 lakótelep között és családi házak között felépíteni egy ilyen káros szennyezést kibocsájtó művet, ez teljesen abszurd. És hallom, hogy elkezdtek aláírást is gyűjteni, ha jól tudom, ezügyben. Igen, van is elég sok. Amint látjuk, elképesztő nagy indulatokat váltott ki itt a 16. kerületben ennek a betonüzemnek a felépítése, illetve még nem is épült föl, egyszerűen csak az előkészületeket látták a lakók. Valami levelet is fogalmaztak meg a... Azt volt, aki fogalmazott, ha jól tudom. Igen, egy lakótársunk fogalmazott, megküldte a 14. kerületi jegyzőnek, polgármesternek és a 16. kerületi jegyzőnek, polgármesternek. Itt egyszerűen megkerestek minket azzal, hogy hát kéne egy ilyen jogi támogatást adni hozzá. Azt gondolom, hogy ez egy nemes szándék. Nagyon szívesen. Méltánytalan, hogy a saját lakótelepük, a füredi lakótelep közelében, a nagy irodaépületek közelében, gondolok itt a NAV-ra, a Gvanányi úton egy ilyen üzemet létesítsenek. Mint ahogy azt már tudjuk, Zuglóban a tavalyi évben Rákospatak partján és a Csömöri út sarkán épült fel egy hasonló ideiglenes betongyár. Ezt sikerült úgymond bezáratni, nagyon-nagyon nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy ez sem kerül majd itt megépítésre. De hát magáért beszél ez a sok ember, aki itt összegyűlt, aláírásokat gyűjtenek, ügyvéddel jöttek, megjelent Várnai László képviselő, társam is, egy farkú kutyával. Ez az ügy a jelek szerint a 14. és a 16. kerület közös ügye. Megpróbálunk együtt valamit tenni. Menjünk át, én azt mondom, nézzük meg ezt a helyszínt, hát ha ott valakivel tudunk még beszélni is, és akkor tudjuk azt, hogy mi épül ott. Azt írta most délelőtt, vagy amikor leöleztünk, hogy a lehet ipari dolog, de hogy ez a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari dolog lehet, hát egy betonkerülő, azt mondom, hogy ez nem. Ha valami a környezetre hatalán, atomerőművet még. Én voltak hozzá, még az engedélyek nincsenek meg. Tehát amíg nincsenek engedélyek, ez itt marad. Tehát én az engedélyeztetést szeretném, hogyha nagyon alaposan megvizsgálnák, és az menjen úgy, hogy jogszerűség teljes tudatába, és hogyha az rendben van, akkor közben még mindig meg lehet kérdezni azt, hogy mondjuk az, hogy még rendben van jogilag, az nem azt jelenti, hogy még elfogadható az itteni lakóknak. Persze. Hát hogyha most itt azt mondják, hogy ez itt minden rendben van, akkor biztos, hogy ez nem úgy van, ugyanis önöknek ez nem fér bele. Igen. És önök laknak itt. Tehát igen. Szerintem ez... Arra fel is vannak egyébként, tehát ott van egy, a Navidebeházban ott vannak, vagy 500-an. Rátót utcai lakótelep meg ezek vannak. Tehát azért ez nem egy ilyen, pontosan az, hogy a szélben, meg ami a talajba bekerül, az nem csak ezen a körzetben marad benne, hanem az mindenhova megy. Kötelező lett volna tájékoztatni a 16. kerületi önkormányzatot, hogy itt ilyen tervezet van, hogy mit szólnak. Szóval olyan aljas munka ez, amit csináltak.
meg hol mennek ki a teherautók? Meg ez, a... ez jó kérdés, hogy teherautók nyilván erre fognak kiállni. Vagy erre? Vagy arra megnyitják. Nem beszélve arról, hogy azt ígérték, hogy azt is, az is csak ideiglenes. Igen, jaj, 50 év majd vinni. Hát 50 év az ideiglenes, ahogy belegondolom. A dínók is több millió éve keresztül haladtak. Szovjet csapatok sem voltak tovább. Hogy úgy tudjuk, hogy az a jelenleg üzemelő betonüzem ott a sarkon, az is ideiglenes jelleggel lett megépítve nem tudom én hány évvel ezelőtt. 50 éve. Tehát 50 év óta... A nem kérdezték meg az embereket. A magot? Igen. De hát lehet, hogy annak is már rég lejárt a engedélye. Mi megkerestük az önkormányzatot, pontosan azt feszegetve, hogy egyeztetett több civil szervezettel is, hogy mennyire jogszerű ennek a építménynek a itteni engedélyeztetése, illetve utána a működtetése. Az én meglátásom az, hogy egyáltalán nem az. Hát szerintem nem azért lakunk itt, mert betonüzemet szeretnénk, hanem zöldet és normális életet. Azon kívül lehet akár hallani most is, ahogy dolgoznak. Nagy a zaj, dübörögnek a gépek egész nap, amikor tolat a kocsi, akkor sípol permanensen, hogy ő most tolat. Ez sem túl kellemes. Na most, hogyha két ugyanilyen lesz itt egymás mellett, az meg már kifejezetten borzasztó. Erika akkor összegyűjti az e-mail címeket, és akkor én már ugye csata vagyok, akkor nekem is, Várnai képviselő úrnak is, akkor legyen kedves csatolni, Szatmári képviselő úrnak is, és minden olyan érintettnek, akit ez a helyzet végtelenül felháborít, hogy elejét szeretnénk venni. Igen. Ez a mocsok, ami itt van, hát ez borzasztó. Katasztrófa. Teljesen abszurd, hogy a város közepére egy olyan művet tegyenek, amit mindig a város jól messzire szoktak tenni.